Adri hosszú idő után tért vissza újra az ETNKK kötelékébe, edzőként és játékosként is. Milyen érzések kavarodtak benned? Nagyon igazából nem tudtam elfelejteni a sportágat, ugye 19 év pályafutás alatt nem egyszerű ezeken túllépni, ezeken az éveken. Akinek egyszer beleívódott a vérébe, az életébe, az szerintem ezen nem tud egykönnyen, és szerintem nem is akar túllenni. Hiányzott nagyon a kosárlabda, a játék is. Edzőként a szüleim révén én nem akartam edző lenni. Váratlanul ért tavaly ez a felkérés, aminek eleinte meg is örültem, aztán meg is ijedtem tőle, de nagyon nem bánom, hogy elvállaltam, mert nagyon-nagyon megszerettem ezt az edzőséget. Az U11-es a Kenguru korosztályban kaptam lehetőséget, a Petőfi Dózsa és az Adi iskolának a diákjait gyűjtöttük össze egy csoportba, illetve még egy ötfős liszt csoportunk is van, ahol Cukott Tünde edző kollégám vigyázóvja irányítja a gyerekeket. A felnőtt csapat mennyire sikerül követned? Mennyire vagy képben a felnőtt csapat teljesítményével? Hát amennyire tudom, azért követem és kijövök a meccsekre is. Hála nektek, azért ennek most már több módja is van, hogy követessük az eseményeket. Volt egy időszak, amikor elszakadtam tőlük, azért 8 év alatt két gyerekem született, Julika és Máté, de ahogy tudom, jövök a meccsekre, és ahogy időm teszi, nézem és buzítom, szurkolok a lányoknak. Ugye itt, mint az elején kérdezted, tehát játékosként is visszatértem egy amatőr státuszban, ugye a volán lehetőséget biztosít azoknak a játékosoknak, akik kevesebb időt töltenek el a pályán a felnőtt csapatban, illetve a fiatalok, akiknek nincsen már lehetőségük játszani bajnokságban, juniorokkal, illetve juniorokkal kiegészítve. Vágtunk neki ennek az idei szezonnak. Ez egy nagyon jó lehetőség, azt gondolom, a fiatalok számára, és nekem is természetesen, hiszen ebből csak tanulni tudnak, és remélhetőleg ez majd a felnőtt meccseken kapott játékpercekben is majd bizonyítani tudják. Azt gondolom, hogy nagyon jó együttes az idei együttes, azért volt alkalmam néhányszor bepillantani az edzésükre, jó társaság is, egytől egyig, tehát a csajokat is kiemelhetem, hogy mint emberileg is jó fejek, és azt gondolom, hogy a két edző, Gáspár Dávid és Horváth Zsófi is nagyon jó egységet alkotnak, ahogy felkészítik, ahogy a lányokat támogatják, tényleg csak pozitívan tudok róluk szólni, hiszen Zsóval szoktunk azért ezekre a B-s meccsekre készülni, az én edzőpartnerem is, hát mindig ezekhez a meccs előtti scoutingolásokhoz van igazítva a mi edzési időpontunk, ami elég sűrű, úgyhogy azt gondolom tényleg, hogy jó kis csapat ez az idei. A kupa 8-as döntőre készül most a csapat, az ellenfél a Győr, mit vársz ettől a mérkőzéstől? Hát egy jó mérkőzést elsősorban, és azt mondom, hogy amióta Győrben kosárlabda, női kosárlabda létezik, csapat nem ment oda úgy, hogy könnyű győzelemre számíthat. Mindig is jó és erős csapatot sikerült ott leszerződtetni, és ez az idei is egy nagyon erős egységet alkot. A felkészülés során úgy emlékszem, hogy kétszer azért győzelmet arattunk ellenük. A bajnokság az már egy kicsit nem volt ilyen egyszerű, az itthoni mérkőzésüket a lányok elveszítették. Hogyha jól emlékszem, akkor az utolsó negyedben múlott igazán nüanszokon, és ez azért biztos, hogy hagyott a játékosokban némi tüskét, ami most így a meccs közelettével az egyre csak nagyobb, és az már nagyon szeretne kibújni a bőrükből. Szalai Virág azon a mérkőzésen nem játszott, úgyhogy ez viszont a biztos, hogy a csapatnak az előnyére várhat, hogy Virág is a pályán lesz. A győri csapatban vannak azok a játékosok, akik még anno az én időmben kerültek így az NB1 közelébe, ezek a 89-es születésű Túrs tanítványok, Varga Zsófi, Simon Zsófi, Laklót, Cang Timi, és a külföldiekkel kiegészítve nagyon jó kis csapatot alkotnak együtt.